Nyár közepén elég sok közéleti történés volt az elmúlt időszakban Magyarországon, ami érinti Herceg-Hallom lakosait és önkormányzatát is. Gondolok itt a kataváltozásokra, gondolok itt a rezsicsökkentés csökkentésére, vagy akár az elképesztő kánikulára. Lesz miről beszélni Csizmadi és Zsuzsa polgármesterrel, de legelőször is a tegnapi rendkívüli testületi ülésről kérdezem, miről tárgyaltak és milyen döntések születtek. Most megint előkerült a helyépítési szabályzat módosítása, mivel a partnerségi és az államigazgatási egyeztetések lezajlottak, ezért határozatot kellett hoznunk, miről van szó. Tulajdonképpen a módosítás érinti az épület legmagasabb pontja fogalmának meghatározását, például a lakórendeltetés számának meghatározását, tehát általánosságban olyan intézkedéseket készítettünk elő, ami szintén arra felé mutat, hogy a lakosság számot megfelelő szinten tudjuk tartani Herceg-Halmon, és nemet mondunk ugye a túlzott beköltözésnek, nemet mondunk az intenzív építkezésnek, nem szeretnénk, hogyha egy kisebb telken 48-50 kisebb lakás épülne egy családi házas övezetbe. Csak egy fél mondat, mert az elmúlt időszakban országszerte polgármesterek exponálják magukat az újságíró kérdésére, hogy lesz-e tűzijáték a településen augusztus 20-án, vagy sem, függetlenül attól, hogy milyen színezetű a vezetése annak az önkormányzatnak. Herceg-Halmon mi a helyzet? Igen, hát büszkén mondhatom, hogy nem lesz tűzijáték, de nem is volt eddig sem. Azt gondolom, hogy az augusztus 20-át úgy is meg lehet ünnepelni, hogy tűzijáték nélkül. Mi ezt a megoldást választottuk eddig is. Így is nagyon ünnepélyes és nagyon jó rendezvényeket tartottunk eddig is. Most kiegészül az ünnepség avval, hogy a díszpolgári címet is, amit 2 évenként adhatunk a rendeletünk szerint, megkapja egy olyan ember, aki megérdemli, mert öregbíti Herceg-Halom hírnevét, és rengeteget tett Herceg-Halom jövője és múltja és a jelen előmozdítása érdekében. Éppen az elmúlt hetekben jelentette be a kormány azt, hogy változtat a katatörvényen, ez több százezer embernek a megélhetését érinti rövid időn belül, illetve a rezsicsökkentés csökkentése áll elő, ami azt jelenti, hogy bizonyos fogyasztás fölött sokszorosát kell fizetni az egyes polgároknak a közüzemi díjak fizetése esetén. Milyen visszajelzéseket kapott, mint település vezető? Sok embert érint ez itt a településen, akár az önkormányzatnak voltak olyan bedolgozói, akik katásként végezték ezt. Tehát hogyan érintik ezek a gazdasági változások az itt élőket? Jó a kérdés, és igazából azt kell mondjam, hogy általánosságból indulok a kérdés megválaszolása tekintetében. Az önkormányzatnak nem az a dolga, hogy kritizálja, felülbírálja, mert nem is tudja a felsőbb döntéseket, hanem a megoldást megtalálja, és segítse a lakosságot abban, hogy az adott körülmények között az életszínvonala vagy a megélhetése ne csorbuljon oly mértékben, ami zavaró lehet. Nyilván itt például említeném a rendszeresen nyújtott eseti szociális segély intézményét, vagy nálunk van egy olyan rendelet, ami a közüzemű díjkompenzációról szól, ami azt jelenti, hogy adott jövedelem alatti szinten, ez a rendeletben meg van határozva, gyakorlatilag a háztartások szerint, aki például 129 ezer forintnál kevesebb jövedelemmel rendelkezik egy fős háztartás esetén, azok közüzemi díjkompenzációra jogosultak, kérelmezni kell. Tehát ezeket az intézkedéseket már korábban is megtettük, nyilván többen fognak jelentkezni, de ezt a sarat álljuk, tehát bátran kérem, hogy jelentkezzenek azok az emberek, akik úgy érzik, hogy rászorulnak és egyedül nem tudják megoldani ezeket a problémákat, amikkel most fognak szembesülni, főleg a tél folyamán. A kérdése a katára is vonatkozott. Tulajdonképpen itt is azt a metodikát követjük, hogy egyrészt azt tudjuk, hogy a Herceg-Halom önkormányzatával is van szerződése katás vállalkozónak,
Hát megtaláljuk, és minden érdeklődőnek, aki eddig jelentkezett, hogy mi lesz most polgármester asszony, mi lesz ezután, azt mondtam, hogy meg fogjuk oldani, mert a munkájukra szükség van, főleg herceghalomiak, hát ki, ha nem herceghalmi dolgozzon, herceghalomért. Az sem mindegy természetesen, hogy milyen energiát használnak a helyi polgárok. Ugye majd minden önkormányzat a tél közelettével szokott arról beszámolni, hogy tűzifával segítik a helyieket. Itt mi a helyzet e tekintetben? Illetve arra van-e befolyása egy település vezetőnek, hogy milyen energiát használjanak az itt élők, vagy váltsanak esetleg az eddigi energiafogyasztási szokásaikon? Sok pénzzel mindent meg lehetne oldani, de nem tudjuk finanszírozni, vagy akár pályázatot nem tudunk kiírni például a váltásra, mert nyilván jó lenne akár napenergia, akár az áramra való átállás segítése, de nyilván az önkormányzatnak nem lehet ez feladata, mert nincs kapacitása rá. Természetesen itt nálunk is ez problémát fog okozni, mert nyilván az önkormányzat és intézményei számára is nagyobb megterhelés lesz egy komolyabb közüzemi díj kifizetése. Minden évben van lehetőség tűzifára pályázni, és Herceghalom önkormányzata meg is teszi ezt. Ez azt jelenti, hogy kb. 50 köbméternyi tűzifát tudunk így a lakosság számára biztosítani. Nagyon nagy segítség ez bizonyos családok számára, akik tűzifával fűtenek. Tűzifa kapcsán, energiafelhasználás kapcsán mindenképpen érdemes megemlíteni az időjárás változást is, amikor az idei helyenként 40 fokos kánikulákra azt mondja a klímakutató, hogy ez az elkövetkező évekhez képest az egyik leghűvösebb nyár, akkor az azért elég elgondolkoztató. Jelenti ez plusz költséget, plusz feladatot az önkormányzatok számára, a helyi önkormányzat számára, például a locsolás megszervezése, a vízhasználat, ami megint csak energiafogyasztás. Hála Istennek Herceghalom jó helyzetben van, nincsen olyan problémája, ami máshol, például a solymári nagykovácsi körzetben megfigyelhető, de természetesen a locsolással nálunk is problémák vannak, kevesebb a víz, igyekszünk azért takarékosan, de a növények számára megfelelő módon locsolni. A másik pedig azt kell mondjam, hogy mint tavaly is, ebben az évben is megnyitottuk a keket, bárki, hogyha följön a központban, akkor egy pohár víz, egy hideg víz, vagy árnyék erejéig mindenképpen beülhet a kekbe, vagy vizet ihat, mert ez is nagyon fontos. Egy praktikus információt még mindenképpen fontos lenne elmondani. Lesz-e igazgatási vagy közigazgatási szünet nyáron? Igen, augusztus első két hét, ami igazgatási szünet lesz a polgármesteri hivatalban. Köszönöm szépen az információkat!